Mai értetlenkedésünk tárgya Robin Hood. Robin Hood, aki az igazságosság eszményének az egyik legfőbb zászlóhordozója. Ő az igazságnak az egyik nagy bajnoka, letéteményese, és hát nagyon nagy kulturális mém, nagyon erős hordozó, aki a mi számunkra megtestesít egyfajta igazságosságot. Ő egy olyan figura, akiről tudjuk, jól tudjuk, hogy elveszi a gazdagoktól, és odaadja a szegényeknek. Tehát a vagyontárgyakat, tehát nem a betegségeket, vagy a pupot, tehát, hanem adja a jó dolgokat. Nem pusztán a jó dolgokat, a javakat, tehát a javaikat, igen. A javak azok a jószágok. Igen. Jószágokat. Szóval, hogy Robin Hood, ő ugye igazságos, és ez a képzet él mindnyájunkban Robin Hooddal kapcsolatban, hogy ő igazságos. Na most lássuk, hogy mit jelent Robin Hoodnak az ő sajátos igazságossága. Robin Hood elveszi a gazdagoktól, már nem is konkrétan a gazdagoktól, ugye a Nottinghami bírótól. Ő az adószedőtől a jogtalan adót, ugye ő egy népnyúzó, a Nottinghami bíró, amit ő jogtalanul és igaztalanul elvett, begyűjtött, azt Robin Hood a Nottinghami bírótól elrabolja, majd szétosztja a szegények között. Tehát fontos látni, hogy Robin Hood az nem azt csinálja, hogy elveszi a Nottinghami bírótól az igazságtalanul begyűjtött javakat, az igazságosan begyűjtött javakat ott hagyja a Nottinghami bírónál, és az igazságtalanul begyűjtött javakat visszaszolgáltatja azoknak, akiktől a Nottinghami bíró igazságtalanul elszedte, hanem mit csinál Robin Hood? Elszedi az egészet a Nottinghami bírótól, azt is, amit igazságosan, jogosan, törvényesen, azt is, amit igaztalanul népnyúzó módon gyűjtött be, és azt elviszi a legszegényebbekhez, és szétosztja köztük. Kvázi, mit csinál Robin Hood? Ő egy pártitkár, vagy hogy hívhatom, ő egy újraelosztást működtet. Ő egy progresszív újraelosztó hatalmi szerveződés gyakorlatilag. Igen. Ugye a progresszív újraelosztó, aki a szegények felé osztja el újra a begyűjtött javakat, míg a degresszív pedig a szegényektől a gazdagok irányába csoportosítja át a javakat. Jó, csak én azt gondolom, hogy nem ezt hívjuk igazságosnak. Na hát jó, de ez nem is most játszódik ez a történet. Tehát a mi számunkra most már ebben a kultúrában, ahol élünk, az igazságosság az a legrosszabb esetben is azt jelenti, hogy helyreállítjuk a sérelem előtti állapotot. Igaz? Tehát hogyha valamilyen, például, hogyha mondjuk valakinek van egy pere, vagy egy vitás esete, lehet, hogy a végén nem ítélnek meg különösebb kártérítést, de arra megkérjék, hogy igazítsa helyre a dolgokat. Vagy egy biztosítási esetben is, ugye, hogy az eredeti állapot az kerüljön újra érvénybe, és akkor igazságot szolgáltatunk. De mi Robin Hood korában mást jelentett az igazságosság fogalma? Hát én azt gondolom, hogy nekik még nem volt elég idejük elgondolkodni ezen, tehát nem néztek végig egy kommunista diktatúrát, ahol hasonló újraelosztás van, hanem ők azt gondolták, hogy az igazságtalan, amit a bíró végez, tehát aki vele szemben áll, akkor bizonyára az lehet az igazságosság. De ugye ez egy baromság, ez nagyon... a barátom barátja a barátom, meg az a ellenségem barátom ellensége. Nem, az úgy van, hogy az ellenségem ellensége az a barátom. Hát bármilyen ez mínusz az a egyszer mínusz egy, az plusz egy, de ugye ez nem lesz igaz, mert egyszer csak körbeérsz, és ki fog derülni, hogy ezzel a logikával az egyik ellenséged a barátod kéne, hogy legyen. Arról van szó, hogy Robin Hood egyáltalán nem igazságos, és éppen ennek a fajta működésnek az eszményítése vezetett el a bolsevik diktatúrákhoz. Ez vezetett el Kambodzsához, ez vezetett el Észak-Koreához, ez vezetett el a Mao Kínájához, meg a Sztálin Szovjetuniójához. Tehát ez a fajta gondolkodás, nem arról van szó, hogy igazságot teszünk, tehát visszaadjuk azoknak, akiktől jogtalanul elvették, és helyreállítjuk az eredeti igazságtalanság előtti állapotot, hanem azt mondjuk, hogy mi az ellenkezőjét csináljuk az igazságtalanságnak, az nyilván igazságos lesz. Nem az. Tehát szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem az, és annak ellenére, hogy Dickens korának kapitalizmusa igazságtalan és sötét rendszer volt, attól még Sztálin korának bolsevizmusa nem lett igazságos és humánus rendszer. És ez fontos látni, és ez egy fontos észrevétel, amit itt és most meg kell tenni. A Robin Hood egy
olyan mém, egy olyan kulturális hordozó, aki azt közli, hogy az igazságtalansággal szemben fellépő erő az bármit megtehet, és ha a szegényeknek adja, akkor jól teszi. Vegyük azt a példát, hogy mondjuk a tieit közül valaki elver 20 embert, akkor az az igazság, hogy te is elversz 20 másikat? Mondjuk a te lakossa, te egy ország vagy, és valaki lepofoz nálad 20 embert, akkor átmész a másik országba, és te is lepofozol 20 embert? Vagy ha mondjuk megvernek 20 szegény embert, akkor én jogosan verek meg 20 gazdag embert? Merül fel a kérdés. Szóval... Hát vagy megsimogatok másik 20 szegény ember, de nem ugyanazokat. De az egész gondolkodás abból indul ki, hogy itt vannak ezek a javak, amiket Robin Hood összegyűjtött. Ez most ugye rögtön mi a hozzáállás, hogy ez most ugye senkié, vagy legrosszabb esetben Robiné. Robin pedig annak adja, akinek az ő nagy szíve diktálja, kvázi a legszegényebbeknek, és a legszegényebbek nyilván megérdemlik azokat a javakat, hiszen ők a legszegényebbek, és a legszegényebbnél jó helyen vannak a rabolt javak. Szükségük tehát, van rá, de nem igazságos. De ebből semmi köze nincs az igazsághoz. Nem is az igazság fejedelmének hívják őt, hanem a tolvajok fejedelmének. Jó, de ez egy igazságosság eszmény. Akkor is, amit a Robin Hood csinál. Nézd, a és ez egy torzeszmény. Tehát azt kell látni, hogy ez egy torzeszmény, ami a 20. századra rányomta a pecsétjét. Nagyon csúnyán. Önkényes mérvadó. Frontális megmondás Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral minden hétköznap 3-tól 4-ig a 90.9 Jazzén. Még